Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Szent Lőrinc diákonos és vértanú emléknapja van, ünnepe van ezt a szentmisét. Súlyosan beteg Krisztina testvérünkért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztus. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban.
add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, aki szűken vett, szűken is arat, aki pedig bőven vett, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon. Ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor, mindenben bővelkedve készek legyetek minden jó tettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban. Bőségesen adakozik a szegényeknek, nagy lelkűsége örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, az megsokasítja a vetésteket, és megszaporítja jótékonyságtok gyümölcsét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Oh.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöl életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink. Ezzel a mondattal, amit Jézustól hallottunk, ha a búzaszem nem esik a földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. Ezzel Jézus az emberi életünk és a keresztény életünk egyik nagyon fontos titkát fogalmazza meg. Csak a mag halála hoz termést. Ha a búzaszem megmarad önmagának, akkor nem lesz belőle termés. Lehet belőle kenyér, de nem lesz belőle búzakalász és újabb magok. Ez a keresztény életünkre is érvényes, és ezért mondták a kezdetek egyházában és a vértanok egyházában, hogy a vértanok vére a kereszténység magvetése. Amikor valakik odaadják az életüket a hitükért, az Úr Jézus Krisztusért, akkor az életük, bár meghal, szárba szökken. Jobban szeretik az életüknél az örök életüket. Jobban szeretik önmaguknál az Úr Jézus Krisztust. És megértették, hogy nem önmaguknak kell élniük, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadott. Odaadták az életüket. Sokféle módon lehet áldozattá válni, odaadni az életünket másokért. Lehet kényszerből, lehet félelemből, lehet számításból, de lehet szeretetből is megtenni ugyanezt. Egészen mások a gyümölcsei ránk nézve, amikor nem számításból, nem érdekből vagy félelemből hasznot remélve, hanem önként és szeretetből adjuk oda magunkat áldozatként másokért. És ez teszi az egészet valami különleges ajándékká annak is, aki ezt hajlandó megtenni, és azoknak is, akik felé megteszi. A szeretetből, a szenvedélyes szeretetből odaadott élet az, ami igazán szárba szökken és hatalmas termést hoz. Csak Krisztus példáját kell követnünk, mert ő is ugyanezt tette. Szenvedélyes szeretetből meghalt önmaga számára, és meghalt értünk. Odaadta az életét, és önként adta oda. Senki nem vehette el tőle. Hatalma lett volna arra, hogy megmentse magát, és nem tudta volna senki megakadályozni ebben. De ő önként, szabadon, szeretetből odaadta az életét. Értünk, és az Atya akaratáért, az ő akaratát teljesítve. Ez a példa az, amit a vértanok követtek.
a szentek követtek, és az ő életük arról tesz tanúbizonyságot, hogy az evangéliumot bármilyen korban meg lehet élni. Mindegyikünk szabadságot, szabad akaratot kapott arra, hogy Krisztust válassza, hogy az ő követésére mondjon igent, és szeretetből tegye ezt. És ha szeretetből követem Krisztust, akkor meg fogom érteni az életének a titkát, aki önmagáról beszél ebben a példázatban, hiszen ő volt az, aki odaadta az életét, és az élete a halála és föltámadása által fantasztikusan szökkent szárba. Több ezer éve már termést hoz sok-sok millió ember életében. És a szentek is hasonlóképpen, mert szeretetből követték a mester példáját, szeretetből adták oda az életüket, szeretetből váltak áldozattá, és ezt tette igazán nagyjá, értékessé, széppé az áldozatukat. Ajándékba kaptuk az életünket, ajándékba kaptuk az Isten országát és az örök életünket. Fogadjuk el hálás szívvel, és válasszuk a szeretetből önként odaadott élet áldozatot. A termést pedig bízzuk nyugodtan a mennyei atyára, a többit ő majd elvégzi. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házában. Kérünk Istenünk, fogadj jó szívvel adományainkat, amelyeket örömmel ajánlunk fel néked, Szent Lőrinc diákonus ünnepén, és add, hogy üdvösségünkhöz közelebb segítsenek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Szent Lőrinc hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hősi avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus, a mi Urunk által.
Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, vele méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József felező jegyesével, Szent apostolaiddal, Szent Lőrinccel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által.
Ezért bizalommal így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet hadom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházod hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében. Add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békében. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Szent ajándékaiddal eltelve, kérve kérünk, Istenünk, hogy amint Szent Lőrinc diákonus ünnepén szolgálatunkat bemutatjuk előtted, érezzük magunkban megváltó kegyelmed növekedését, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Az Úr a mi segítségünk. Aki a szeget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért. Menjetek békével.